néhány héttel ezelőtt közzétettem egy videót, amiben hát elég kegyetlenül elbántam ezzel a rózsabokorral, rettenetesen visszavágtam, és még így az internet távolságán keresztül is éreztem a rosszallást a tekintetükben, és a hitetlenkedést, hogy hát ebből már biztos nem lesz egy szép rózsa. Elismerem, hogy most nem nyújt túlságosan szívderítő látványt ez a rózsabokor, de majd amikor virágokkal teli bokorrá serdül. Na most hát itt a bizonyíték, hogy de igenis lesz, nézzék meg, hogy milyen gyönyörű lett, mennyire tele van rózsával az egész. Tehát igenis, a rózsának ez kell, a rózsa egy mazohista növény, az kell neki, hogy jó alaposan visszavágjuk, és akkor fog sok szép virágot hozni. Ez a jó alapos visszavágás persze csak kora tavasszal érvényes, illetve ősszel. Ilyenkor már nem szabad azért annyira visszavágni, csak egy picurkát, meg is mutatom, hogy mennyire. Ilyenkor kell alkalmazni az úgynevezett 5 leveles szabályt, vagyis, hogy az ilyen elnyílott virágot úgy vágjuk vissza, hogy az első 5 leveles ági. Jó lehet látni, hogy ezen a vágacskán csak 3 levél van, látják? 3 levél. És a következő elágazásnál itt azonban már 5 levél látható, tehát legalább idáig vissza kell vágni. De hogyha esetleg a forma miatt, tehát hogy a növény mondjuk olyan, hogy elkezdeni kinőni magát egy picit túlságosan egy irányba, akkor nyugodtan egy kicsit jobban vissza lehet vágni egy még alsó vágig, de legalább idáig vissza kell vágni. És erre mindig ügyelünk, és idejében levágjuk az elvirágzott virágfejeket, nem hagyjuk, hogy a növény a magtermelésre fordítsa az energiáját, akkor nagyon hamar újabb gyönyörűségesen szép virágbimbókat fogunk hozni, de akár le is vághatunk néhány fejet, és odaadhatjuk a hitetlenkedő kedvesünknek, aki elborzadva nézte, hogy mit műveltünk a rózsabokrával. Úgyhogy parancsoljon, hölgyem!